Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! A mai videóban több dolgot fogunk csinálni, lesz nyereményjáték, lesz mixelés, mármint nem zene mixelés, nem zenét fogunk mixelni, hanem italt fogunk mixelni, és fogunk italokat próbálni, nem sokármilyen italokat. Van itt három darab ázsiai italunk. Ja. Hogy milyen ital? Én nem tudom. Fogalmunk nincsen, ugyanis erre például semmi, de semmi nincsen ráírva angolul, sem magyarul, csak ázsiaiul, na, csak ilyen nyelven. Ezzel egy valamit találtunk, az van ráírva, hogy pearl milk, ami ugye nem lehet más, mint ilyen gyöngy, magyarul ez gyöngy tejet jelent, hogy az micsoda, fogalmunk nincsen, erre meg annyi van ráírva, hogy, ne ide is távolni van, gyöngy, látod, gyöngyök. Úgyhogy el fogjuk próbálni. Mivel? Abba is. Ami ez le van árazva. $1.19, amúgy $2.40-be kerül, hogy miért van leárazva, nem tudom. Lehet, hogy olyan rossz az árazva. Úgyhogy legelőször ezeket fogjuk megpróbálni. Aztán ezután nem más fogunk csinálni, mint fogunk készíteni egy mixet, egy ilyen juice mixet. Én készítek egyet a Lucasnek, amit nagyon szeret, minden jót bele fogok neki tenni. Ezeket is ugye használni fogjuk. És ezután a Lucas fog nekem egyet készíteni. A végén pedig nyereményjáték lesz. Ti nyerhettek, hogy hogyan, azt majd a videó végén. A videó végén áruljuk el nektek? Ja. A videó végén... Mit? De most ne áll mindegyel, még ne áruld el! Tudom! A videó végén eláruljuk, hogy hogy fog működni a nyereményjáték. Melyikkel szeretnéd kezdeni? A itt a piros, hol a piros, ott a piros, gondolt, hogy a piros, hogy is a... Aztán nincs angol, kedvenc. Azt miért akarom. Ja, de hát ez az van rajta, hogy gyöngy, hát a gyöngy... Ez az, van valami angol van. Nincsen hát, rajta, az, hogy le van árazva, annyi van rajta angolul. Na, ez amúgy tudod, mire hasonlít? Tudod, ez mire hasonlít? A kólára. Ez a kólára hasonlít, a vaníliás kólára, nézd. A vaníliás kólára, vagy pedig a meggyes kólára. De fogam, ez lehet, hogy szénsvas. Amúgy 330 millis. És fogkalma nincs, ugye? Bontjuk és kóstoljuk. Sziszenik vagy nem sziszenik? Én akkor, ja, sziszenik. Szagoljuk először? Ja. Először szagoljad. Az ázsiai szag. Hú. Ázsiai szag. Nem tudom, hogy tudjátok-e vagy nem, mikor bemész egy ilyen ázsiai boltba, hogyha már voltál ázsiai boltba, nálunk az összes ázsiai boltnak ilyen az illata. Vagy a szaga. Ja. Komolyan mondom. Ezt most nem rossz indulatban mondjuk ugye, de akármilyen ázsiai boltban bemész, ez az illat megcsap, legalábbis engem megcsap. Ez azért... Hú, te, próbáljuk, hogy ez nem kula, az biztos. Pici. Nagyon pici, várjál! Ez szénsavas, ez biztos, hogy szénsavas, mutatom, hogy milyen. Olyan, mint a tea, de szénsavas. Ja, sör is lett, tényleg, igaz van, odanézd milyen havas. Sör nem jó nekem. Na, te próbáld először. Mit szólsz hozzá? Igen. Na milyen? Most jó. Jó? Vaníliás. Vaníliás. Ez vaníliás. Tényleg, egy kicsit olyan vaníliás beütése van neki, de az illata, nem tudom, ez az ázsiai illat. Jó, mert ez nem jó, már én nem tudom inni. Le, ugye nagyon sokan egyszerre megiszol. Van neki egy ilyen ütése. Ja, az ütő, vagy mint a Fanta, vagy olyan. Nem, mert annyira nem szénsavas, mint a kóla, vagy a Coca-Cola, ugye, várj, kicsit többet öntök azt. Te tudod inni, de szénsavas. Én nem tudom inni már, az csak nem jó. Jó, de nem jó. Ó, így vissza akar jön. Én tudod inni azt. Nem. Mert ja, nincsen másik por. Ó. Az nem jó. Na, vanília kicsi van benne, ilyet többet nem iszunk, nem veszünk, ahogy fogalmam nincs, hogy mi... Nevezzük ezt annak, hogy ázsiai szagú ital, vagy én nem tudom, az ami, az a... Én tudom, mi a neve? Ázsiai szagú ital. Az, amikor bemész a boltba, amikor ázsiai, olyan, amikor bemész az ázsiai boltba, és vannak azok a füstölők, az a ja, szagú, ugye? Olyan füstölős, ja. olyan nem tudom, ezt nem tudom, nem, de nem ide. Ahogy meg lehet inni, hogyha szereted a rossz ízű italokat. Ezt. Ezt. Amúgy tudod mi a jó? Azért gondoltuk, hogy csinálunk egy ilyen mixet, ilyen juice-ös mixet, összekeverünk több dolgot, ilyen gyümölcsel, mindenféle fajta jó dologgal. Én nekem volt egy érzésem, hogy ezek az italok
fel kell őket egy kicsikét javítani majd a végén. Egy székezem. Egy szék, mutatom. Van rajta egy ilyen szék, bár lehet, hogy annyira nem lehet látni, a széken ég, mi ég? Nem is ég a sem. Ja nem, ott egy teja van rajta egy újsággal. Na minden, ez amúgy tej. Gyöngy tej. Na nyissuk. Sziszelik. Én szeretek tej, de pearl tej, én nem ittem olyan. Ja. És nem is hallottam róla. Nem nagyon sziszel, de nagyon picit. Te szagolod először. Na milyen? Olyan, mint a popcorn. Tényleg olyan... Olyan, mint a popcorn. Egy picit... A patogatott kukorica. Ja, a patogatott kukorica. Ja, tényleg. Már én akarom szagolni. Olyan, mint amikor bemész a moziba, de nem azért annyira moziba. Én akarom, hogy úgy szagol, de én nagyon akarom, hogy úgy lesz a tészt. Ó, te! Vegy mindenhova. Milyen az... Látod, hogy milyen a színe? Ilyen moslékos. Na, ebben van valami, várjál! Az a pearl! Ó! Oh. Ezt átadom neked! Hú! Na milyen? Így áll. Na milyen? Azt nem tudom menni. Mi? Olyan nem jó? Várjál! Ezekre az első italokat nem nekünk találták ki, nekem annyian érzésre. Az a tiéd. De ne öntsed át nekem, te! Ezt nem bírom meginni. Valami van, én azt mondom, hogy ez a gyöngy, amiről beszélek, ilyen gyöngyös valami picik vannak, én nem tudom, de... Én nem tudom inni azt. Én nem tudom inni. Mint a mosogatóvíz. Komolyan mondom, amikor a tej egy kicsit a mosogatóvízbe, tudod, amikor beleraksz mindent, és van benn tej, van benn víz, van benn mindenféle fajta dolog. Bár mosogató vizet még nem próbáltam, de szerintem ilyen is lehet neki. Na várjál! Hú, te! Ennek is van ütése! Ezt nem bírjuk meginni. Ezt fel kell nagyon javítani. Azt mondom, hogy ez még úgy, ahogy azért meg tudtad inni, ehhez képest. Ne. Ezek az ázsiai italok, én nem tudom, ezek az ázsiai emberek, hogy hogy tudnak ilyeneket inni, komolyan mondom. A szag jó? A szag, az illata. Most már az illata se nekem nem annyira jó. Én bűfizek. Na, büfizz egyet! Várjál, hozok másik két porrat, mert ezt nem fogom megtudni. Ne, víz! Visszajöttem! Két tiszta pohára, ugyanis ez nagyon, ezt nem bírjuk meginni. Úgyhogy másik egyetlen egy maradt, erre megint az van rá, vagy pörl... Várjál. Na, csak büfentettünk egyet. Na, erre megint az van rá, hogy nem is ittünk bele sokat, komolyan mondom, két kortyot. Gyémánt van ráírva. Szagod. Hú, olyan mint, az jó! Olyan mint a Red Bull. Ja, olyan Red Bull-os, tényleg olyan Red Bull-os illata van. Ez nem lehet Red Bull, amúgy így néz ki, mutatom, látod? Így. Szagolom megint. Na szagoljad. Az illata, a három közül ennek a legjobb az illat, én ja. Azt mondom. Talán az izza is. Amúgy olyan, mint a víz. Várj, ebben valami, mintha jégkocka lenne ebben. Várj. Mi van benne? Várj, töltött neked is. Mint a jégkocka. Nem olyan sok, de biztos, hogy nem jégkocka. Fú, hogy néz ki. Mintha rizs lenne benne, komolyan mondom. Ja, ki tudja. Lehet, hogy ti nem látjátok. Ja, lehet, hogy azok a gyémák, vagy a gyöngyök. Az igaz, ami minden olyan rossz, olyan vizes, átlátszó. Na mi van? Olyan jó volt? Mi van? Na várj, elpróbálom én. Ó, ezt nem tudom lenyelni. Te, komolyan mondom az ásények, hogy tudnak ilyen italokat meginni. Hú, te! Ez nem Red Bull, az biztos. Na, az íze, én nem tudom milyen az íze volt, de biztos, hogy nem Red Bull. Egy kicsit már megpróbálok lenyelni belőle, hogy nem tudom, ez is olyan ilyen moslékos, mosogató víz üzem van. Nem akarom mixelni. Ó, várjál. Édes. Rettentően édes, és... Kiszük ezt? Nem tudom, ezt nem tudom elmagyarázni nekem jelenleg. Mosogató víz. Körülbelül, komolyan mondom. Na minden. Legalább egyet tudunk, hogy ázsiai italokat nem fogunk inni, mármint venni és rendesen inni mondjuk juice helyett, vagy narancslé helyett, mert... Na ugye,
Úgyhogy, most nem más fogunk csinálni, mint ezeket az italokat egy kicsit fel fogjuk javítani, nem mással, mint... majd milyen meglátjátok, hogy mivel. Úgyhogy álljunk, vagy készüljünk el, és álljunk neki a mixelésnek! Tehát, a Lucas fogja kezdeni, hoztunk ide gyümölcsöket, amit a Lucas szeretett volna, van itten barackos, van itten banános, narancsos, meg azt mondta, hogy eplest, ezzel szeretné összemixelni, a mai italt szeretnéd összemixelni. Van három választási lehetőséged, vagy mind a háromból akarsz egy kicsit mixelni? Abból, ebből, ebből, rendben van. Ez volt a legjobb. Ez volt a legjobb. Ja, igazad van, ez a kettő, de szedítuk meg én. Kicsit öntünk bele. Jól van, rendben van. Akkor mit rakjunk bele? Rakjunk bele egy kis banánt. Te akarod, rendben van, csináld, te ez a te mixed lesz. Te vagy a nice, te is beteszed a piros. Beleteszem én is a piros csak. De nem túl sok banánt rakjál azért bele. Én teszem mind a banánt. De hogy mind a banánt, vágsz egy kicsit bele. Ez a banán, a pír. Jól van. A barackkal mit csinálják? Azt is bele akarod lakni? Az egészet? Nem egészet. Nem az egészet, de egy kicsit, add ide. Vagy akkor is fel egy kicsit. Az jó? Az jó. Na, de nem mindenhova. Azt is bele teheted. Úgy. Barackot, aprítsod. Majd kíváncsi leszek, hogy milyen íze. Nem úgy aprítsuk a barackot, te, ez ilyen postos barack. Amúgy a magottól mit szoktam én csinálni régen? Enni? Dehogy megenni. A belsejét kirakni a napra, és amikor megszárad, ugye mindenki tudja, amikor megszárad, rá lehet kalapáccsal ütni, és a belsejét meg lehet tenni. Azt szoktuk az öcsémmel csinálni, tessék. Aztán be azt mondta, hogy eplet, ugye? Hoppá, nagyon jó lesz. Hány eplet szeretnél? Várj ezt, a zöldet vegyük le. Hány eplet? Egy eplet? Ezeket nem kéne felvágni? Nem. Nem? Rendben van. Ennyi? Én... Narancsot is akarsz bele? Néha, mind! De persze, mind! Ilyen, oda nézz, látom ilyen nagy narancs, te! Ugye egy kicsit vágunk. Ez nem lesz jó. Miért nem lesz jó? Én szeretem a narancsot, bár a mondani, hogy jobban szeretem. Nem, én mondom, hogy ez... Nem az egészet, várjátok, ezt ki kell vágni. Azért én vágom, nagyon véletlenül Lucas megvágja már. Hú, de hova ment ez mindenhova? Hallott? Na, ja. Láttad? Mi most félek. Látod? Ennyi elég lesz, vagy nem lesz elég? Én tudom, mit tudunk betenni. Mit? Ne hülyéskedjél, te akarod. Bár, teszünk még banánat. Miért? Az túl sok lesz, de annyi minden lesz ebben, mint a fene szerint. Pici még banán. Jó, pici még banánat. Mint? Nem mind, mert akkor majd nem tudja elkeverni a masina. És a? Na, úgyhogy a Lucasnek ez a mixere, hogy most elmegyek. És te hiszen azt. Megiszem, oda, megiszom. Nem mind. Nem, meg kell is adok bele. Ott a mixelő, úgyhogy odafutok, gyorsan összemixelem és hozom vissza a pohárba, rendben? Visszajöttünk! Itt van Lucasnek a juice-a, amit jól megmixelt. Azt mondom, jó! Ja, Muti. Ja. A jó szaga, anyám. Olyan banán epek szaga van. Te, ez a juice még a végén jó lesz. Hadd öntsem. Te akkor először próbálom, vagy én próbáljam? Én próbálom, rendben van. Nem néz jó, de szóval... Nem néz jó, de jól néz ki. Lát, figyelek. Nem rossz, egy kicsit savanyú. Szerintem az epertok vagy a narancsszó. Ja, valószínűleg hagytok. Vagy az italtól. Az italt nem lehetne érezni egyáltalán, te kóstol meg. Amilyen szeretem a savanyú dolgokat, de egy picit nagyon savanyúra sikerült szerintem. De azért nem rossz. Ennél ittunk már rosszabbat is szerintem, nem? Na várjál, hozd be az én dolgaimat, hogy én mit akarok beletenni, és megkóstoljuk. Visszajöttem, kimostam ezt a... Minek hívják ezt? Pohár, nem pohár. A mixer. A mixeres, kimostom egy kicsikét. Úgyhogy én nem más fogok beletenni, mint csak jó dolgot. Ígérem, hogy csak jó dolgot fogok beletenni. Én azt hiszem, hogy ebből rakok bele, ugyanis ez volt az egyik legrosszabb, meg ez mind a kettőből. És ezt a kettőt kell feljavítani. Ezt az előbb megpróbáltuk, ugye ezt a pirosat, a nükülösszét. Na azt mondom, hogy az jól sikerült, jól feljavítottad. Úgyhogy nekem most az a dolgom, hogy ez egy olyan kihívás. Az a kihívás, az a cél, hogy ezeket a kettőt így feljavítsam. Hoppá! Egy kicsit rakunk bele, nem olyan túl sokat, de kicsit rakunk bele. Aztán, tudom, hogy te nagyon szereted nem más, mint a tojás. A Lucas rettentően szereti a tojást. Minden este egy főtt tojást megeszik, mondjuk ez nem főtt tojás, hanem ez rendes tojás. Ez meg nem butásod. Hoppá! Szoktak belerakni. Az nem lesz jó. De hogy nem lesz jó, miért lenne jó? Miért mi baja lesz neki? Aztán a Lucas szereti nem más, mint a csokit. Szereted a csokit. Ja. Úgyhogy rakjuk bele csokit. Szereted a csokit, szereted a tojást. A tojás nem jó benne. A tojás nem jó benne. Miért nem jó benne?
Ez ilyen kemény csoki. De azért megpróbálkozunk vele. Oda beledobjuk. Aztán Lucas szereti az epret. Ez az ep olyan kezd olyan fonnyat lenni. Vagy olyan... Nem mint. Nem. Belerakom azt is. Egy kicsit azért javítson rá rajta. Ez nem lesz jó. Dehogy nem lesz jó. Tojás van. Jó a tojás. Szereted a tojás, nem? Amúgy sok ilyen turmix ízébe szoktak rakni tojás is. A tojás, ezt komolyan mondom, jó neked. Jó neked a banán. Jó van. Nem mint. Nem mint? Miért? Ha hadd legyen benne. Akarsz bele egy kis... Nem szeretettem a narancsot. Rakjunk bele azért a narancsot. Ne, egy nagyon pici narancsot teszünk bele. Meglékeljük, mint a dinnyét, látod? A dinnyét szokták így lékeni. Kivesszük belőle, és szétesett. Na, nem mindegy. Ez rettentő nagy narancs. Én akarok csinálni valamit. Na, most nem csinálunk bele semmit sem. Ugyanis lesz elmink, és ezt megmixeljük. Rendben van? Ez nem lesz jó. De jó lesz. Úgyhogy egy másodperc múlva, vagy kettő, itt leszek. Megmixeltem! Oda nézd, milyen szép színe lett. Látod, milyen szép színe lett neki? Úgyhogy hoztam. Hát, várj, az illata. Nem rossz. Nem? Nem, komolyan mondom, egész jó illat. Milyen csoki se kicsit az illata. Ugye hoztam egy tiszta porrat neked. Figyeld, öntöm. Az jó. Nem mind. Mi az, hogy nem mindent rakom bele? Na, nézzük azt, hogy milyen az üzem. Na, milyen? Csak kapjuk. Mi? Olyan rossz? Na, várjál, most sajtom a sor. Megkóstolom, mit csináltam. Te nem nagyon trokkos. Nem tudom. Nem rossz az íze. Komolyan mondom, jobb az íze mindennek az italnak, meg a másiknak, mert ja. Ezt meg lehet inni, nem olyan, mint a mosogató víz. Komolyan mondom. Én nem ítom. Lehet benne érezni a csokit. De nem a tojás. A tojás ezt egyáltalán nem érezni, de a csokit azt nagyon érezni. Meg nem tudom. Az epret talán. Ja, abban nagyon sok ment bele. Már tettél három. Ja, három epret, meg egy nagy csoki belement. De amúgy nem rossz. A kettő közül kellene választanom, melyik a jobb. Az enyém, vagy a tiéd? Az. A tiéd. Úgyhogy. Te mi? Én szerintem ez a tiéd az jobb. Ja. Ez is iható, de ez jobb. Úgyhogy, ezt... Hogy versenyeztünk volna, akkor ezt a kívást te nyerted volna. Ja. Mivel ez nem kívás volt, és nincsenek versenyezők és nyertesek ebben a mai videóban, ezért mind a kettőt meg fogjuk inni. Ez hogy rimmel? Mind a kettőt meg fogjuk inni. Aztán, amit még mielőtt befejezzük ezt a videót, amit elfelejtettünk, mit felejtettünk el? Mit? Nem emlékszel rá, mondtam a videó előtt, mit felejtettünk el. Hogy mit akartunk csinálni? Álmodunk, hogy... Nyereményjáték! Nyereményjáték! Úgyhogy, ahogy mondtam, még mielőtt befejezzük ezt a mai videót, ha lesz egy nyereményjáték, nem más lehet majd nyerni, mint egy ausztrálos kulcstartót, egy képeslapot, amit aláírunk neked. Hol pedig részt szeretnél venni ebben a nyereményjátékban, semmi más nem kell csinálnod, mint persze helyesen kell válaszolni majd a kérdést, amit mindjárt kérdezek tőled. Meg kell, hogy osszal ezt a videót, egy szeretést kell nyomni erre a videóra, és... Fel kell, hogy legyél iratkozva a csatornára, ugye? Természetesen. Tehát, a kérdés a következő. Te akarod mondani, vagy én mondjam? Te. Én mondom. Mi a kedvenc juice-od? Mármint lehet ilyen mixelős, amit te saját kezüleg otthon csinálsz, vagy a boltba veszel. Tehát de a Lucas... Voltam ilyen? De az nem olyan juice. A Lucas az rettentően szereti ezt a tropikusi juice-t, ugye? Hogy van mindenféle fajta. Én nagyon szeretem a narancsot, ezt a narancslét, ugye? Úgyhogy szerintem a kérdés az rettentően egyszerű, ugyanis rossz válasz nincsen. Hogyha véletlenül nincsen kedvenced, akkor nyugodtan írd meg, hogy nincsen kedvenced. Mindenek részt fog venni a sorsolásban. Úgyhogy mára ennyit, remélem, hogy tetszett ez a mai videó. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni. Ugye attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!